Átfogó kerületi szabályozási terv kidolgozásáról döntöttek a képviselők. Az egységes szabályozással több mint 40 életben lévő kerületi rendeletet váltanának ki, ami után sokkal könnyebben lehetne fejlesztéseket, beruházásokat elindítani. A teljes jogszabály 2014-ig készül el. Első lépésben a közlekedés kerül nagyító alá, majd a környezetvédelmi kérdések, és a lezáró harmadik ütemben a kerület fejlesztésének részletei lesznek kidolgozva. Jóváhagyta a 90 millió forintra rúgó távhődíj hátralék részletfizetési lehetőségét a képviselőtestület. Az önkormányzat egy éven át havonta törleszti a bérlakásokban felhalmozódott fűtésszámlákat a DHK cég felé. Az igazi adósok sem ússzák meg, hiszen a kifizetetlen pénzeket törvényes kereteken belül fogják beszedni a nem fizetőktől. Összefogott a hátralékok felhalmozódásának megakadályozása miatt a Főtáv ZRT és a 18. kerületi önkormányzat. Megállapodásuk értelmében az önkormányzat listát készít a tulajdonában lévő ingatlanok bérlőiről és használóiról, amit elküld a Főtávnak. Ez alapján a szolgáltató kimutatást készít hónapról hónapra a hátralékos ügyfelekről, amit az önkormányzat meg is kap, hogy még időben intézkedni tudjon. Az önkormányzat ezzel a lépéssel szeretné elkerülni, hogy a bérlőinél hatalmas tartozások keletkezzenek a jövőben.